az unokámmal így ültünk a kanapén, és akkor mondta neked, mama, miért olyan nagy a hasad? Jó, olyan édes volt. Mondom, jó. Most kell ezt elkezdeni. Tehát ameddig még nem jön nagyobb súly, és ameddig nem kell ide a stúdióba begudítani engem. Sorban álltam a győzetben, és akkor én kerültem volna a sorra, és nem szolgáltak ki. És Siu? nem értettem, hogy most akkor mi van. <sorban> nem tudja, meg az már mér mögöttem kiszolgáltak. És akkor rájöttem, úristen, mi ment tegnap este a tévében? <sorban> 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 biztos, biztos, hogy valamit nagyon gonoszkodtam, ugyanaz a terület az otthonvesztés, családvesztés, párvesztés, és akkor melyiket veszítsem el? Hát akkor lehet, hogy a párt a legkönnyebb. Ami, ami nagyon fájdalmas volt, egy nap ültünk otthon, és akkor bejelentette, hogy ő szerelmes, és a jövő héten elköltözik. Ennyi. Hát, 23 év után? Igen, és akkor mint egy kihúzták volna a talajt a lábam alól. Hát, hát ez, ezen túl vagyok, ennek így kellett lenni, ennek most már örülök, hogy így van, hiszen és nem az... Túl? Nem, nem, nem. Pszichológushoz értem egy évig. Hová tűnt mai vendég Ábrahám Edith? Üdvözlünk, Üdvözlünk szeretettel. Ja, sziasztok. Köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Nagyon köszönöm. Mit csinálsz, meklellát. hogy vagy manapság? Uh, manapság, ugye mindenki kérdezi, hogy miért uh, vagyok karcsú. Most a legutolsó projektem, ez egy fogyókúra volt. Tehát ez az egyik, amit csinálok, a másik az asztrológiát tanulok. Oh. Aztán időnként szinkronizálok, van egy színházi előadás, amiben játszom, és a leges, legfontosabb az unokám, akivel nagyon sok időt eltöltök. Mennyi idős most? Van egy négy és fél éves és egy egy hónapos, oh, aki még hát nagyon. Picike. Egy egy hónapos, egy hónapos, is? hónapos hát is van, igen. Hát vele tukni. még annyi időt nem töltök, de hát még Viszont ilyenkor, amikor van egy egy hónapos, akkor a négy és fél hónapos a nagymamának szokták BTF-ként azonnal delegálni. És így is van. Egyébként is nagyon sokat van velem, de most aztán különösen, úgyhogy én ezt nagyon-nagyon kérdezem. -nagyon uh, ugye neked egy gyermeked van. Igen. Uh, a, a fiad, kisfiad, nagyfiad, eh, aki még Andorai Péterrel való házasságotokban született. Igen. Eh, ő egyébként hasonló pályát választott, mint a szülei, tehát ő zenész, színész. Pontosan a kedvünkért azért elvégzett egy egyetemet, az Elte bölcsészkart, eh, és aztán mégiscsak valahogy erre felé hozta a sors. A Madár Színháznak a stúdióját elvégezte, és akkor utána euh, volt színháznál is, énekelt, zenekara van, az az állandó most meghívták őket a szigetre is, főleg Elvis presley el ez az ő mániája. Igen, az az ő védjegye, igazából, Ez az ő védjegye, nem? igen, de egyébként az Ivan Csicsilona színházában játszott egy előadásban velem, az Olimpia című darabban, amiben ő egy nagy szerepet játszott, a Huszár kapitány, Kovács Huszár kapitányt, én egy kisebb szerepet, úgyhogy a színpadon lehettünk partnerek, nem úgy, mint anyafia fia voltunk. Ez hát, milyen, ez ez milyen csoda, érzés volt? Ez csodálatos volt. Megmondom őszintén, azért nem volt teljesen zökkenő mentes, mert óhatatlan, hogy az ember egy picit azért szakmai szemmel is nézi de. a saját fiát, de azért meg tudtuk beszélni, tudtuk egyeztetni, akkor úgy megbeszéltük, hogy állandóan azért nem szeretnénk színpadon együtt de miért, volna. Tehát hogyha valami nem stimmelt, tehát hogyha te úgy láttad, hogy, hogy valamit szerinted nem jól csinál, akkor akkor azt megmondtad neki? Hát azért ilyen nem volt, hogy nem jól csinálja, Jó, tehát így, és nem más is más ilyen képzeled. durván, hanem ilyen árnyaltabban, de ö, én az a típusú ember vagyok, hogy ami szíveben a száma, nem mindig tudom jól megfogalmazni, és elég, elég ügyesen a mondani valómat, és ebből a szempontból ö, ö, azért próbáltam visszafogni magamat, de amikor valami olyan volt, hogy ami nem azt mondom, hogy nem tetszett, vagy, vagy, vagy egy, mondom, egy picit árnyaltabban kellett játszani, én azt mondtam, és, és, és ezt megbeszéltük. Fiú. a fiad? Nagy nagyon, nagyon az, 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 jut eszembe, hogy e, e, a minap nálunk járt e, Tölgyesi kell Szintia, és e, a, e, ugye az ő e, férje a gyermekének az édesapja Hújber Ferenc színművész, és neki volt egy mondata, hogy, e, hogy egy színésznek e, kell, hogy legyen rossz oldala is. Sötét egy oldala. Sötét oldala. oldala. Egy jó És tudod, amikor beszélgettem vele, akkor pont te jutottál eszembe, ugyanis hát a barátok közben <gül> <gül> a éveken, mert mondhatjuk, hogy évtizeden keresztül, te azért egy negatív karaktert formáltál Berényik A Így van. A a a És ehhez képest, Igen, a a az 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 Ábrahám Edith, akinek a képe benne, él, az egy abszolút pozitív ember, hát most is itt ül, mosolyog, kedves, aranyos, stb. Te mit gondolsz arról, hogy kell, hogy legyen egy kis gonosz, egy kis sötét egy színészben? Hát biztos, hát az, azért mindenkinek a lelke van egy kis gonoszság. Tehát nem hiszem azt, hogy valaki csak fekete és csak fehér. És arról nem beszélve, hogy színészileg a gonosz játszani állati jó. Tehát én azt nagyon élveztem. Nagyon élveztem. Illetve és... először akarok színészni. De nem az életben, hanem csak a filmen, vagy színpadon. És, és azért jó, mert akkor az egy számomra legalábbis egy színészi feladat. De mivel, hogy egy pici-ici-pici gonoszság, vagy kis rossz azért mindenkibe van, akkor azt egy kicsit felnagyítja előbányásza, meg vannak hozzá a színészi eszközök, és akkor, és akkor ezt élvezi. Tehát én, én emlékszem, hogy nagyon mert sok... következmények nélkül lehet rossz lenni, hát azért? az elején azért nem így volt, hát az elején nem szerettek a nézők, tehát előfordult, hogy uh, sorban álltam egy... Ja, ügyzletben. mert annyira jó Ó, rossz voltál. persze, Persze, hát annyira maszkoltam, igen. <laughs> nem, sorban álltam egy győzetben, és akkor én kerültem volna sorra, és nem szolgáltak ki. És jó. nem értettem, hogy most akkor mi van. <laughs> nem tudja, és akkor akkor az meg, az... meg, már mögöttem kiszolgáltak. <laughs> és akkor rájöttem, úristen, mi ment tegnap este a tévében? <laughs> biztos, 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 hogy valamit nagyon gonoszkodtam, és ez nagyon rányomta a bélyegét az ott létemre is. És akkor hogy... beleállsz, tehát megmagyarázod, hogy ez nem a valóság? Ö, nem, nem. Nem magyarázom. Nem, nem érdemes, mert úgysem értik. Hát emlékszem, volt egyszer egy, egy lány írt egy levelet, hogy ő egy 14 éves lány, és a nagymamája mondta neki, hogy én egy színésznő vagyok, és szerepet játszom, de akkor is. Ha nem békülök ki, Barta Zsoltal, akkor <laughs> széttépett a kutyájával, és egyébként van egy barácsonyi ünnepeket. <laughs> Szóval, szóval Azért és ez elképesztő lehet. Hát, hogy főleg tényleg az elején, ahogy mondod is. Tehát, hogy jó ideig, igen, emlékszem, hogy a, hogy a sorozat producere Tamás nem is nagyon engedte, hogy kiderüljön a ti valós, ha nem is a nevetek, de a valós karakteretek, hogy, hogy, hogy emberként milyenek vagytok. Tehát. Igen, azt, azt szerette, hogy, hogy, hogy azonosítsanak minket. Tehát ennek biztos megvan az üzleti vonatkozásai én ehhez nem értek. De de a nézők persze úgy kiabáltak utána, hogy Klaudia és a mai napi Klaudia. De vagyok. Te akkor, amikor a barátok köz a te ugye te színház és filmművészeti főiskolát végeztél, végigjártad azt az utat, amit egy színművész eh, tradicionálisan végigjár. Igen. De azokban az években, amikor a Barátok Közt elkezdődött, mint az alapszappan opera a kereskedelmi televíziózásban, akkor, eh, akkor hogy mondjam, ez a, ez a szakmádban nem volt divat, eh, Jól mondod, igen. Tehát ezért nagyon sokáig meg voltunk bélyegezve. Szóval nem szerették azt a, szakma, hogy miért sorozatban játszunk. Tehát emlékszem, volt egy kedves kolléganő, megkérdezte, hogy te Edith, mondd azt, hogy bírod ki, hogy amikor reggel felkelsz és belenézel a tükörbe, akkor nem köpött szembe magad. Na, és? És akkor erre hát nem tudtam de megszólalni, miért, megmondom de, őszintén. Ez a de, ez, ez, csak ez, hogy én is ide, értem, hogy eladtam, hogy... Ő azt mondják, hogy ő eladta magát pénzére egy sorozatba. Tehát ez, 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 de ez, miért egy, egy szín, színésznek szükségszerűen éheznie kellene? Hát ezek, ezek szerint, szerint igen, a ezek szerint nem. igen vagy Csak... várni a, a sorára, amíg megkapja a nem tudom én micsodát. Én azt gondolom, hogy én ezt, ezt egy színészi feladatnak fogtam fel, egy biztos megélhetésnek nem utolsó szempontban, és hát szempontból, és, és hát óriási népszerűség volt. Tehát az az érdekes, hogy most már nem megy, ugyanegy kereskedelmi csatornán adják de igazából már leállt a sorozat, és bárhova megyek, megismernek. Tehát azért a 23 év az nem múlik el nyomtalanul. És bocsánat, hát azért a színművészetnek, a színészetnek ez egy fontos eszköze, mert a hollywoodi filmeket sztárokkal adják el, már bocsánat. Igen. Tehát igen, de, de azt hova tudtad tenni magadban, pont amit a Laci is mondott, hogy hát a, mire a barátok közbe kerültél, addigra már számtalan színházban dolgoztál, számtalan Igen. színházi szerepen voltál túl, és te magadban hogy tetted azt helyre, hogy végül Berényi Klaudia karakteret tett téged? országosan ismerté, és előtte hiába gürisztél ilyen szempontból ö, hosszú éveken keresztül. Koppány felesége esetleg. Koppányfeleség De van. imádtam, és, és nagyon sokáig szerettem volna mm -hmm. a musical színész lenni, sőt, gyerekkoromban igazából láttam a Lehoz kis Zsuzsát a Máj és azután azt eldöntöttem, hogy én biztos, hogy színésznő leszek, és énekes színésznő. Aztán ugye prózai színésznő lettem, másképp alakult az élet, de de hogy mennyire zavart engem, hogy egy sorozat? Hát színészi feladat, tehát nagyon jó feladat, és Nem nekem az, annyira zavar, színes hanem, volt a igen, szerepem, nagyon-nagyon ami... hogy... nagyon széles skálán lehetett játszani, és, és ez, ez, ez óriási lehetőség volt számomra. Az... most egy picit egy, egy, egy hasonlat jutott eszembe, hogy ugye majd négy évtizedet televízió képernyőn húztam le. Hmm. És most az online térbe költöztünk, vagy másfél évvel ezelőtt, hogy mit gondolnék, ha valaki megkérdezné tőlem, hogy reggel, amikor felkelek, nem köpöm a szemem magam? <laughs> nem, 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 én nem erre gondoltam. Én nem, erre, nem, én nem, 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 de ezt nem erre Nem arra mondom, amit hogy te azt mondtál. azt, hogy tettem helyre magamban? Igen, igen, Először rosszul esett, nagyon rosszul esett, és tudtam, hogy ennek lesz következménye, olyan értelemben, hogy a szakma az megbélyegzett minket, tehát engem nem adom hogy csóha többé, nem fognak hívni, de, de eladtam az arcomat kvázi, és onnantól kezdve nagyon nehézett. Től szabadulni. Ez áldás és átok egyben. Mert, mert jó, hogy megismernek, szeretnek, azonosítanak, ugyanakkor ö, a többi szerepet ö, nehéz elvonatkoztatni. Tehát tudom, amikor ö, beugrottam a csárdás királynőbe, és beléptem a, a színpadra, és még semmit nem csináltam, és megtapsoltak. És, és akkor tudtam, hogy ez, ez, ez nem nekem szól, hanem Klaudiának szól. Ez a képernyőnek szól. Szól, tehát, Ez a képernyőnek szól. Oké, uh, ha természetesen nehéz válaszolni erre a kérdésre, de ha ma kapnád meg a telefont ugyanannyi idősen, azzal a tapasztalattal, ami mögötted van, ma is igent mondanál egyébként a barátok köztre? Biztos. Igent mondanék. De Jó, tetsz, nem? tehát magyarázból szóval egy stratégiai művész és életdöntés az bebizonyította, hogy bármilyen rögös is az út, utána is, de te helyesen döntöttél. Igen, és... és... Asztrológiát tanulok, tehát azért ebben benne van az, hogy a sors ha arra víz, és jön egy lehetőség, akkor lépjél a futószalagra, és, és fogadd el. Tehát elfogadni, ami jön, és hagyni menni, ami a, megy. A, eh, eh, ahogy már az előbb említettem, eh, az első férjed Andorai Péter Kossuth Jászai Díja színművész volt, Neki mi volt erről a vélemény, amikor a felkérést megkaptad a barátok közben? Nagyon örült neki. Ugye? Nagyon örült. Nagyon örült. Ő, ő tulajdonképpen valahol mindig is ő azt éreztette velem, ő nem volt egy ilyen közlék, hogy azt mondja, hogy Edith, te fó, de jó színésznő vagy, és azt mondta, nyugi, el fog jönni a te időd, jó színésznő vagy, meg lesz. És igaza lett. Neki tehát, nem mindezt. Igen, igen, nagyon pozitívan reagált, és, és soha nem volt, ez olyan érdekes, érdekes, hogy nagyon sokszor engem jobban megismertek, mint őt, ez engem jobban zavart egyébként, de őt soha, tehát soha egy pillanatra nem volt féltékeny. Én egy kicsit olyan értelemben rá, hogy hát óriási színész egyéniség volt, és egy, egy nagyon nagy ikon, tehát szeretnék én hozzá hasonlítani. Te szépen váltatok el. Szépen, Ugye? és különösen azért, mert kicsi volt a, a fiunk, és, és mindenképpen azt akartam, hogy ő, ő ne érezze ezt meg. tehát. És nem érezte? Ez egy jó kérdés. Azért az örök apa hiány az, az lehetséges, hogy ezekben a gyerekekben megvan, hiszen nem éltünk együtt. De, de, azt gondolom, hogy olyan, olyan nagyon pregnánsan nem jelent ez meg az életébe. Tehát nem lett egy deviáns ember, nem kezdett kávítószeret, tehát semmi olyasmi nem jött az életébe, ami, ami ezt jelezte volna. De mondom, lehetséges az, hogy, hogy, hogy azért neki volt apa hiánya. Igazából, amikor már felnőtt, akkor kerültek nagyon-nagyon közel egymáshoz, és akkor, akkor tudtak, úgy érzem, úgy, úgy apafiaként lenni, mint ahogy kiskorban, kicsikorban nem annyira. És a Péter rengeteget dolgozott, rengeteget forgatott, tehát nem is tudott annyi időt vele eltölteni. Viszont és az unokájával igen, és ez egy olyan nagy szerencsé, hogy, hogy még találkozhatott. Hogy még találkozhatott, igen, igen. És nagyon emlékeztették egymást. Nagyon érdekes, mert uh, ugye a menyemnek is barna haja van, és barna szeme, fiamnak is barna haja, barna szeme, és az unokámnak kék szeme van, és nagyon hasonlít így ez a szemvonal a nagypapára. Tehát, Hát, hát a vállásod után jött egy következő házasság, és ahogy én olvastam, készültem erre a beszélgetésre, hát annak viszont nem lett ilyen szépen vége. Hát mindennek úgy kell vége legyen, ahogy lesz. És mondom, már, hát az már unalmas, hogy mondom, hogy asztrológiát tanulok. Tehát már ha valami vesztés van működ az ember életében. Elég. Akkor valamit el kell veszíteni, csak ennyit mondok, hogy ugyanaz a terület az otthonvesztés, családvesztés, párvesztés, és akkor melyiket veszítsem el? Hát akkor lehet, hogy a párt a legkönnyebb. Ami, ami nagyon fájdalmas volt, és nem volt ö, ö, olyan Mennyi értelemben... Mennyi voltatok együtt? 23 évig. 23 évig? 23 évig, igen, azért ez egy nagyon-nagyon komoly... Belé? Olyan értelemben, hogy az édesapja a Horvai István rendező volt, tehát ő nem szakmabeli, de azért nagyon sok mindent megértett ebből a szakmából, mert, mert tehát nem volt kívülálló. Nem, nem úgy került ebbe bele, hogy, hogy nem tudta, hogy mi az, hogy amikor csokolozom egy jelenetben, akkor nem rendezett ott, hogy jelenetet, szóval nem volt féltékeny. É, és aztán, a, a, mert ez megjelent a sajtóban, azért bátorkodom mondani, hogy jött egy ifjabb hölgy az életébe. Ezt hogy kell elképzelni, hogy ez a semmiből megjelenik egy ilyen helyzet az életedbe? Tehát erre számítottál, vagy érezted, hogy baj nem, Nem, nem számítottam nekem ez a derültékből villámcsapás, hogy egy, egy, nap ültünk otthon, és akkor bejelentette, hogy ő szerelmes, és a jövő héten elköltözik. Ennyi. Hát, 23 év után? Igen, és akkor mintha egy kihúzták volna a talajt a lábam alól. Hát, hát ez, de ezen túl vagyok. Ennek így kellett lenni. Ennek most már örülök, hogy így van. Hiszen És nem az... lettél túl? Nem, nem, nem. Pszichológushoz jártam egy évig. Tehát ez, az megviselt, akkor még nem tanultam asztrológiát. <laughs> ha akkor tanultam volna, akkor lehet, hogy könnyebben feldolgoztam volna ezt. Mi, mi, volt, a volt. mi, mi volt ebben számodra az igazán nehéz? Az az érdekes, hogy, hogy azt mondják, hogy a megszokás az egy rossz dolog. Nem, annak van jó oldala Aha. is. Jó dolog az, hogy hogy az ember tudja, hogy számíthat valakire, hogy ott van. És ha nem is a mindennapokban történik minden úgy, ahogy elképzeljük, mégis azért a nagy dolgok stimmelnek. És, és ez, ez nagyon sokáig így volt. És, és ez az érdekes, hogy aztán, amikor elváltunk, vagy már szétköltöztünk, és egy, nem tudom, valami barátnőmmel vacsoráztam, és hazamentem az üres lakásba. És régebben mindig ő várt már otthon engem, hogy mit tudom, barátnőkkel találkoztam, és akkor megbeszélt, és akkor most nem várt senki, és nem vigyázott rám senki, és akkor én onnantól kezdve tudtam, hogy mostantól rám a jó Isten vigyáz. És ezt, ezt, nagyon erősen érzem, és, és, és ez meg is nyugtat tulajdonképpen. Tehát sikerült, azt hiszem, sikerült feldolgozni. Az elején beszélgettünk arról a beszélgetésnek, hogy most éppen az egyik tevékenységed, Uh, amit egyébként szerintem egy nagyon komoly és nehéz tevékenység, hogy fogysz. tehát <laughs> hogy, hogy kvázi fogyó. <laughs> hát nem <túrádol>. könnyű, igen. <laughs> ez azt is jelenti, hogy amikor ennek mennyi ideje, hogy ez történt, ez a magadra maradás? A 2016-ban. 2016-ban. Uh, és uh, akkor két akkor... éve nem voltál a sorozatban, ahol te mondtál föl? Hát, igen, volt egy időszak, pont, amikor én igen, felmondtam, akkor nem voltam egy pár évet, de egyébként így időszakonként azért mindig előfordultam, de igen. tartósan az utolsó két évben voltam Csak arra utalni, hogy nagyon ráértél ekkoriban. Tehát egy, igen, hiszen, hiszen magánéletben is padló volt, akkor szakmailag is, és akkor történt egy megkeresés, hogy mi lenne, ha visszatérnék a sorozatba, és hát tulajdonképpen nagyon boldog voltam, és, és, és visszamentem. Tehát. És azért kellett elkezdened fogyókúrázni, mert hogy ebből a, a, a traumából, amiért egy kis új gyártottál? Nem, nem. Ez, 2016-ban ettől nagyon lefogytam. Tehát ettől, ettől lefogytam. Tehát a, és a akkor utána az a stressz azért az, az sajnos fogyaszt, igen. Rossz, rosszabb stresszben lefogyni, mint hogyha az ember önmaga le tud mondani az ételekről, szerintem. És, és eltelt egy pár év, és, és igazából megmondom őszintén, ez a plusú, amit én most felszettem, az ilyen december, január, február így jött fel. Ja, ilyen kar postkarácsony Karácsony, a karácsony igen. Voltunk zakopálni, van a családommal, ott aztán amiben ami evés, ivás, Aha. nagyon jól éreztem magam. És akkor így... Nem is tudom, február táján az unokámmal így ültünk a kanapén, és akkor mondta neked, Mama, miért olyan nagy a hasad? Jaj. olyan édes volt. Mondom, a Jó, a hát És akkor azt mondtam, hogy Jó, akkor tulajdonképpen most kell ezt elkezdeni. Tehát ameddig még nem jön nagyobb súly, és ameddig nem kell ide a stúdióba megoldítani engem. És akkor úgy döntöttem, hogy hogy én ebbe belevágok, és, és, és olyan érdekes, hogy ez is azért valahonnan föntről jött ez, hogy én bevonzottam ezt a, ezt a, a kapszulát olyan értelemben, hogy hogy én is szeretnék, ez a, is de, de, is de, szeretnék de az a kapszula, lefogyni. ez, segít, tehát önmagától, van a kapszulától, nem lehet lefogyni, gondolom. Tehát Te azért kell az, diétázni. Tehát tényleg. az nem, nem úgy működik, hogy az ember ül a tévé előtt, leszi az ételeket, a csipszetnek, a stb. De ugye? azt az az a kapszulát a... ismered, <gül> hogy <laughs> lehetne a tévé, azt hát az, 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 az szerintem azért, ez, ez, ez abban nagyon jó, hogy az ember tartsa meg a súlyát, tehát szépen leadja, de azért az elején igenis oda kell figyelni. Az étkezésre, a mozgásra, nekem az a mániám, hogy, hogy fele annyit tenni és duplát mozogni, de nem mondok semmi újdonságot ezzel, de én ezt, ezt akkor nem Mis csináltam. Fordulsz? Én csinálom ezt a kalanetics tornát, uh -huh. amit én imádok, és ellipsis-trénerezek. Ó, oh, az és, az és, és, az És, és kis így, magad. így van, és, és nagyon szeretem, mert közben tudok angol nyelvű videókat nézni, és, és, és élvezem az egészet, imádom. Tehát ilyen értelemben a mozgás nagyon nagy élvezetet nyújt, és minden nap, ha, ha csak minden minden Eddig nap, tudod, ott eszembe, hogy mennyis úgy letettél az életedből? Úgy szó szerint, mint átvitt értelemben. Hazamentél akkor is azt mondtad, ha még egy gondolat erejéig visszacsapolhatok, hogy túl nagy lett a ház. Tudod, Edith, azt mondod, hogy semmi jelet nem láttál. Mi nők mindig érezzük, utólag összerakom, amikor megcsaltak. Hát úgy már könnyű. Hát igen. Arra gondoltam, hogy na hát, hát ez is, ez is beszédes volt az is. Ha utólag visszatekintesz, azért nyilvánvaló, hogy voltak üzenetek. Tehát le kell azt látni egy nőnek. Hát biztos a volt, biztos ebben. volt, csak az ember bele is tud kényelmesedni dolgokba, és azt mondja, ah, az nem úgy van, és, és ha úgy is van, túljutunk rajta, és elég erős ahhoz a kapcsolat, hogy, hogy ezt meg tudjuk újból erősíteni, és, és... De, de, mivel, hogy nem gondoltam azt, hogy nem tulajdonítottam akkor a jelentőséget, nem, nem gondoltam. Miért te rájöttél, ez amikor megcsaltak? kép utólag, igen, minden összeállt. Hát ez is beszédes volt. De ez utólag, is de közben, De közben nem. Mindig érezzük. Tudod, mi a vicc? Igen, erre szerettem volna nem, És egy ilyen bölcsnőtől hallani, mert olyan bölcsességgel nyugtáztad utána a vállás utáni dolgokat. Aki menni akar, hagy menjen. Amelyik szekér nem vesz fel, hagy menjen. De igen, Laci, vissza, igen, visszagondolva éreztem, Értem, visszagondolva, oké, visszagondolva mindig ügyesek vagyunk, megokosak. de amikor benne voltál, mert az Edith azt mondja, hogy amikor élt benne, akkor nem volna a vinakcsatásban. Akkor semmit. Te érezted? Igen, szimatom volt hozzá, nagyon erős, mint hogy általában mindig érezzük, csak magunkból indulunk ki. Hát én nem tenném meg biztos, elhesegettem. Igen, az ember azt gondolja, hogy vele nem történhet meg, meg, meg elég erősnek gondolja talán a párját is, hogy nem, nem áll, vagyis hogy ellen tud állni a kísértésnek. Hát. De nem is akarok azért erről nem beszélni. mert ő sem jó. megbántani, hiszen nagyon jó a mai napig baráti kapcsolatban vagyunk, és, és ennek nagyon örülök, és szeretném, hogyha ez örökre az jön. Az akkor meg az, 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 év, az, az a Te 23 Pontosan. De... Az övé is, és az enyém igen. is, és ő is uh, igyekszik, uh, ez, vagy igyekezett is ezt fájdalommentesen végigcsinálni, és a mai napig mondom, nagyon jó barátságban vagyunk. És te a mai napig egyedül vagy? Uh, igen, most egyedül vagyok, de az nem azt jelenti, hogy magányos vagyok. Ezt, ezt szeretném mindig elmondani, hogy sokan, jaj, hát annyi szerelmes levelet kapok most, komolyan Tényleg. mondom. Tehát, szóval, és e nem bánogatsz közöttük? Azért... Nem. De <laughs> miért? Hát ha már jönnek, akkor legalább Mert hát én, én nem így ismerkedem. Jó. Én, 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 nekem úgy szoktak jönni a nagy szerelmek az életembe, és két igazi nagy szerelmem volt, és mindegyik így leesett az égből, ott volt előttem, és belezúgtam. És, és nem, nem, én nem keresem a lehetőséget. De, én ilyen, érzem, de, hogy de, de ez mind a kettő ilyen teljesen véletlen Pontosan. volt, tehát így puf, Ap, te leszel az? Igen, igen, igen. Hát Jó, persze, nyilván a, az Andorai Pétert már a tévéből, ugye azért láttam, ismertem. A, a, a Horvai Mátyással pedig egy, egy jártak a gyerekeink, tehát látásból őt is ismertem de aztán utána volt egy alkalom, egy ilyen gyerek zsúr, ahol összefutottunk, és ott, ott szerintem ő is belém szeretett meg én is, és akkor onnan datálódott a szerelmünk. De hát azt mondom, hogy én nem, nem vagyok az a típus, aki azt De te teresdéli. egyébként nyitott lennél még arra, hogy még egy harmadik fejezetet is nyis így az életedben? Hát ha a jó Isten is úgy gondolja, akkor igen. Tehát nem, nem, nem zárom ki ennek a lehetőségét, de de nem ezért tehát nem, nem keresem azt, hogy most jaj, most társkereső, és akkor én meg megmondom, én nézem az internetet is. Hát, azért gondolkozzanak már a férfiak, hát hány éves vagyok, nem biztos, hogy én akkor a húsz évvel fiatalabbakkal akarok kezdeni, és rengeteg ilyen van. van hát De, hát, hát nem. A, és És ez hogy alakult már ma már az, hogy amikor bemész egyedül mondjuk a lakásba? Igen. Ez már ma már ez természetes. Sőt, ma már élvezem. Ma már élvezem. Igen, ez nagyon furcsa, hogy hogy tud átlendülni, nekem mondta akkor még a Péter, akivel nagyon-nagyon jó viszonyban voltunk, ugye az első férjem, mondta, hogy majd meglátod azt, hogy ez sokáig rossz, és aztán utána majd fogod élvezni, és fog, fogsz annak örülni, hogy egyedül lemész a Balatonra. És, tehát mert sok, sok minden helyet nem tudtam felkeresni az ő emléke miatt, aztán utána már ez is eljött. Mondom, most élvezem, mindennek megvan az előnye hátránya, tehát ez, ez, ez nem, nem ilyen fekete-fehér. Nyilván, ha lenne egy olyas valaki várna otthon, aki megugorja azt a mércét, mert nyilván magasan van a mérce, akkor azt nem hagynám ki. Szóval, de nem egyszerű dolog ez. Annyiszor említetted az asztrológiát, amivel most elkezdtél foglalkozni. Engem az érdekel, hogy miért fordultál ebbe az irányba? Mindig is érdekelt az, hogy mi miért történik az életemben. Tehát mindig kerestem a válaszokat. És ez nagyon érdekes, mert Takács Tibor asztrológushoz járok az ő iskolájába, és én hozzá már szerintem már 30 éve is van, hogy először voltam, és ő mindig mondta, hogy mit kéne csinálni, merre kéne menni, és sose fogadtam meg. És neki lett igaza. És aztán most két évvel ezelőtt láttam, hogy újból indul egy iskolája, elmentem, Válaszokat akartam kapni az életem kérdéseire az, hogy mi miért alakult így a házasságaimmal, a gyerekemmel, magammal, tehát, a tehát, pályámmal, Nem Ilyenkor az ember nem a jövőre kíváncsi. Inkább? Tudom, hogy ez nem a jövőbe látó Én Annyira tudomány, nem akarom tudni a jövőt. Nem keresgélem azt. Inkább az, hogy, hogy tudni azt, hogy annak úgy kellett történni, sokkal inkább megnyugtatja az embert, hogy az nem történhetett máshoz, máshogy csak úgy. És akkor ez, ez nekem egy bizalmat ad benne is, meg önmagamban is, hogy hogy még ha rosszul döntöttem is, akkor is úgy kellett döntenem. És az az érdekes, hogy azt tanulom, hogy, hogy egy, egy, nő életében nagyon kevés döntési lehetőség van, sőt egyáltalán az emberek életében, hogy például, hogy férhez megy, vagy nem, szüle gyereket, vagy nem, ott már rámegy egy útra, és ezek már egy irányú utcák, ott már eldőlt nagyon-nagyon sok dolog. De nem akarok erről sokat beszélni, mert, mert én nagyon konyítok csak ehhez az egészhez, és olyan uh, mérétegű tudomány ez az asztrológia, mint hogyha most megkérdeznétek, hogy uh, az orvos egyetemre elkezdtem járni, hogy most tudok-e már agyműtétet csinálni. Nem, hát azt értem, de, szép... de, mondjuk akkor megnyugvást adott neked ezekben igen, a kérdésekben? Igen, ben? megnyugvást adott, és és megkaptam a válaszokat. Tehát tudom, hogy mi miért történt úgy. Uh, azt is tanuljuk, hogy, hogy mit fog majd hozni a jövő, de ezeket nem akarom tudni. Tehát nagyon sokszor azért ezek nagyon uh, nagy terhek. Inkább olyan dologra használom, és ez nagyon jó, hogy hogy megnéztem az unokáimnak a horoszkópját, hogy mérjen szertelem, mérjen vad, mérjen, és akkor az pontosan ott van benne, hogy hogy neki ilyennek kell. Közöl az unokáidnak? Jaj, persze, persze. A, 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 órád alatt a kezed az megégés? Ja, igen. <laughs> igen, igen nem. Tudtam, Sütö. én amikor én a konyhába megérkezem, mert a gyereknek valami nagyon finom, speciális is mirelite is csinálok, és, és abban a pillanatban te. harmad és negyed fokú égésekkel támogatok. De látod, látod egy gyakorlat is tudjátok csinálni. Ez múlt héten szombaton történt, nem is tudom, mit sütöttem a sütőbe, és valahogy rosszul nyúltam hozzá. Kézzel oh, oda ragadtam. ez egy pillanat, ez szoktam főzni. Ilyenkor és mindig olyankor, asztrológia ide, asztrológia oda megfogalmazódik bennem, hogy színművészési riporter ne kuktál. Mondjam. hát akkor jöjjön valaki, és segítsen be. Igen. Ugye? De hát ez előfordul, ne? Igen, most ja, már persze. nagyon szép szerintem. igen, már igen már... ilyen mondom, ilyen, Igen. ezek ilyen szerint hardis, nem sikerült elrejteni. Ilyen, 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 tele ilyen, lenni. Hát minden esetre, jó volt találkozni veled. Egyszerűen csodálatos volt megtudnom, hogy van egy sötét oldal. Mm, <laughs> <Vajon. gül> hát továbbra is ezt a sok vidámságot és, és, és az unokákkal való létet nagy szeretettel kívánom. Köszönöm szépen, hogy eljött. Nagyon köszönöm a, köszönöm a meghívást, szépen. Örültem. 98,6 FM Élet öröm zene! Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.